És most is arra gondolok, hogy hát nálatok királynő választás. Ezt nem tudom pontosan, most általános királynő vagy szépség királynő, de mindegy, a lényeg a királynő. És én arra szeretnék mindenkit buzdítani, hogy szavazzatok Roxyra, legyen Roxy a királynő. Sziasztok! Még Csonka András színész is Renketz Roxana bátaszéki gimnazistának szurkolt egy közösségi oldalra feltett videóban, hogy nyerje meg ő a királynő választást. Végül a 11. osztályos lány sikerrel járt, ő lett második Géza gimnázium királynője. Pár úgymond hírességet is szereztem így, vagyis igazából a barátom szerzett, és megkértük őket, hogy egy úgymond kampány videóban mondják el, hogy rám szavaznak, köztük ilyen volt Csonka András is. Én nagyon örülök neki, már egy ideje szerettem volna királynő lenni, és nagyon örülök neki, hogy megválasztottak. Nagyon jó dolog így úgymond képviselni az iskolát ilyen szempontból. Géza király pedig az akcióhősök iránt rögeszmésen rajongó Flóderel Károly lett. Hárman indultunk, a királynak, ugye királynőnek is ketten indultak, és hát mondhatni nem volt annyira szoros, de nagyon izgalmas és nagyon eseményekkel teli kampány volt. Hogyan nyerted meg a többieket, hogy rád szavazzanak? Hát igazából fogalmam sincs. Én meg az utolsó napokban is azon voltam, hogy valahogy az olyanokat, akiket nem ismerek valahogy. De nem tudom. Lehet, mit betettél be? Milyen eszközöket? Hát hoztam mindenféle nasit, képeket csináltam, és hát próbáltam így közelebb kerülni hozzájuk, hogy érezzék, hogy azért személyesebb a kapcsolatunk, és így esetleg ránk szavaznak. Nagyon jó érzés, mert amióta először láttam egy ilyen királyválasztást, azóta szeretnék én is király lenni. Igazából az ilyen eseményeken az egész iskola van a bornapokon, ugye a koronázás, akkor az egész mondhatni város ugye rám figyel, akkor én vagyok a középpontban, és ez egy nagyon jó érzés. A bátaszéki második Géza gimnázium minden évben megválasztja uralkodóját és uralkodó nőjét, akik egy éven keresztül képviselik az intézményt a város jeles eseményein. Szívből gratulálunk a királyi párnak, akik 2 éve nyáron titokban együtt jártak. A hagyományokhoz hűen a királyválasztást követően a diákok hódulatukat fejezték ki az uralkodójuk előtt. Vagyis a gimnázium minden osztálya írt egy humoros szöveget az uralkodó párról, amiből kiderült, mi jellemzi őket, sőt még közös titkukra is fény derült. Királyunk felséges személyének, törvényeit, rendeleteit és utasításait. Az is hagyomány, hogy a második Géza nevéről elnevezett iskola magisztere hűséget és örökös engedelmességet fogad. Így volt ez idén is. Az egyik tanár féltérdre ereszkedett a frissen megválasztott király előtt. Ez egy nagyon régi hagyomány. 1988-ban vette föl az intézmény a második Géza nevet. Ugye második Géza király alapította Bátaszéken a ciszterci apátságot, és ez volt Magyarország első ciszterci monostora. Tiszteletből választotta az iskola, korábban nem volt neve, csak bátaszéki gimnáziumnak hívták. A következő évben volt az első királyválasztás és királykoronázás, még nagyon szerény körülmények között, aztán egyre inkább kinőtte magát, és hát ma már ez egy nagyon látványos dolog. Ez a mai nap a diákokról szól, elsősorban arról, hogy megköszönje a királyi pár, nyilván humoros formában ezt majd tapasztaljuk az egész iskolának azt, hogy őket választották egy hosszú kampány, és izgalmas kampány után, és hát szeptemberben pedig sor kerül majd a koronázásra. Az iskola névadójához, második Gézához kapcsolódó rendezvénysorozat az új uralkodók beiktatásával zárult március 1-én a Géza gálán.